valamennyien, mindannyian környezetfüggők vagyunk. A mi életünk másoktól függ, nem önmagunktól. Mások határoznak meg bennünket. Úgy mondja ezt a, az ez egyik nagy francia írónő, hogy a körülmények hatalmába élünk. Mert mi élnénk jobban is, szebben is, boldogok is lennénk. Na de hát ebbe a hülye világba. Hát hogy lehet? És az ember környezet függő minden hangulatod, minden gondolatod, minden félelmet, szorongásod, jó vagy rossz érzésed, az nem belülről ered, hanem a környezetettől. Ezért van az, hogyha az ember változtatni szeretne önmagá, mert annyira boldogtalan, meg annyira fél, meg olyan rossz neki, akkor nem saját magán kezd el változtatni, hanem a körülményei. Lecseréli a feleségét, lecseréli az autóját, kirúgja ezt, azt, amaszt, emezt, különféle egyéni sorslázadásokat művel, és nagy értelemben pedig neki fog a világ átalakításának. Maga az a kommunizmus, aminek mondjuk én 40 évig résztvevő tanúja voltam, az abból állt, hogy változtassuk meg a világot. És a világot azért nem tudták megváltoztatni, csak az eszenciáját mondom nektek a lényeget. A gondolat jó volt. Tényleg pocsék világ az, ahol nem igazságos az elosztás, és az egyiknek a fülén jön a pénzt, ki, és a másik pedig ilyen hal mellette. Ez borzalmas, és ez azóta csak romlott. Azért nem tudták megvalósítani a kommunisták a kommunizmust, mert nem azt csinálták, mert önmaguk belül nem tudtak megváltozni.